félős kutyusoknál, ez ugye megint pont, hogy ha annyira nagyon extrém ez a félelem, ez nálunk megint terápiás esetnek számít, de a félelemmel kapcsolatban tudok mondani általános módszereket, amiket ki lehet próbálni, de hogyha ezek rövid úton nem segítenek, akkor itt is csak szakember felkeresését javasolnám. Nagyon fontos az, hogy a félelem tárgyát ne kényszerítsem a kutyára. Mindenképpen fokozatosan kell az adott ingerhez szoktatnunk. Vegyük például a porszívót. A porszívótól sok kutya fél, mert nagyon zajos, mozog, meg nagy, fura alakja van. Tehát nézzük meg, hogy ha a porszívótól fél a kutya, akkor hogyan tudom ezt a félelmét csökkenteni. Hát úgy tudom csökkenteni, hogy első körben megpróbálom ezt a tárgyat minél kevésbé félelmetessé tenni. Porszívó esetében kikapcsolom, hogy ne legyen hangos, leteszem a földre, hogy ne mozogjon, hogyha lehet, akkor még összedugom a csövét, hogyha a méretével van probléma, tehát, hogy megpróbálom a félelmet okozó tulajdonságait csökkenteni, és utána megmutatom a kutyának, hogy nézd, én megtapogatom, engem nem bánt. Látod, ez a porszívó nem is olyan veszélyes, és megpróbálom a kiskutyámat ehhez a tárgyhoz közelebb csalni. Itt nagyon jól be lehet vetni a jutalomfalatot, vagy a játékot. Nagyon-nagyon fontos az, mint már említettem, hogy ne kényszerítsem rá, hogy közelebb menjen a porszívóhoz, viszont minden egyes alkalommal, amikor magától közelít ehhez, akkor azért nagyon dicsérjem meg. És így, hogyha én nem forszírozom ezt, ő a saját kis tempójában felfedezheti, ezzel segítek neki a legtöbbet, mindig megdicsérem ezért. Még a porszívós példánál maradva, ha már teljesen közel oda megy a porszívóhoz, leveszi róla a falatot, megszagolja, stb., akkor fokozatosan elkezdhetem az ijesztő dolgokat is újra gyakorolni, mozgatom a porszívót, kihúzom a csövét, hogy teljesen nagy legyen, és végül jön a bekapcsolás. Ha bekapcsolom, akkor célszerű megint nem mozgatni, hogy egy helyben legyen. Ami még kiemelkedően fontos, hogyha én nyugodt vagyok és magabiztos, azzal segítek a legtöbbet a kiskutyámnak. Ha a félős kutyámat elkezdem nagyon sajnálni, elkezdek én is aggódni, megpróbálom vigasztalni, hogy jaj, szegény kiskutyám, ne aggódj, ne legyél semmi baj, és közben én is nagyon ideges vagyok, azzal csak ráerősítek a félelmére. Tehát, hogyha egy olyan szituáció van, ahol a kutyámnak igazából nincs mitől félnie, és én ezt emberként felismerem és tudom, akkor viselkedjek is úgy, itt nincs mitől félni, ezzel nagyon sokat segítek neki.